Kedves nézőink, beszélgető társam Zvonko Bacsics, a köztisztasági vállalat szelektív hulladék válogatójának vezetője. Bacsics úr, mit kell tudni a szelektív hulladék gyűjtésről? Kao prvo želeo bih da podsjetim da je 2010. godine donet zakon o... Először is szeretném elmondani, hogy 2010-ben megszületett a környezetvédelmi törvény, amelynek egyes szakaszai kötelezik a köztisztasági vállalatot az újrahasznosítható hulladékkal való foglalkozásra. A város és a környezetvédelmi minisztérium segítségével vállalatunk létrehozott egy külön részleget, amely ezzel az újrahasznosítható hulladékkal foglalkozik. Ez a részleg a karton csomagoló eszközök, a műanyag flakonok, az üveg és a PVC fóliák szelektív gyűjtésével és az újrahasznosító telepekre juttatásával foglalkozik. Ezen felül még hozzánk kerül a gumi hulladék és mindaz a fém hulladék, ami a háztartási szeméttel jött a szemétlerakó telepre. Arra törekszünk, hogy a lehető legtöbb hulladékot újrahasznosíthatóvá tegyük. A telepen jelenleg 9-en dolgozunk, 2 műszakban. Ez mellett még néhányan a tisztaság fenntartó részlegből vannak itt kisegítőben. Részlegünk fejlődésben van, a többi szerbiai városhoz viszonyítva egy tisztességes nívőt értünk el, ami az újrahasznosítható hulladék megmentését illeti. Ez a mennyiség évről évre növekszik. Erre egyébként kötelez is bennünket a SECOPAC tagság. A SECOPAC egy non-profit szervezet, amelyet a Göngyöleg Gyártók Egyesülete hozott létre, azzal a céllal, hogy segítse a göngyöleg újrahasznosításának megszervezését. Az érdekképviselet előrelátta, hogy 2011-ben a hulladék 5%-át kell visszajuttatnunk az újrahasznosításba, amit a mi részlegünk meg is valósít. Ez az arány idényre 10%-ra van meghatározva, 2013-ra pedig 16%-ra, 2014-ben 20%, és így tovább. A cél 2020-ig a csomagolóanyagok 60%-os újrahasznosítása. Mit jelent ez tulajdonképpen a szabadkaiaknak, hogy mit kell, hogy tegyenek azért, hogy minél több ilyen hulladékot külön választva gyűjtsenek össze, és hova, hogy kell, hogy gyűjtsék? To je, znači, mi smo na raspolaganju građanima. Mi a lakosság rendelkezésére állunk. Feladatunk minden hulladék begyűjtése és elszállítása. A lakosság türelmes kell, hogy legyen, a felesleges csomagolóanyagokat, ha külön válogatták, akkor felhívnak bennünket a 620-888-as vagy az 553-126-os telefonon, mi pedig 2-3 napon belül megszervezzük a hulladék elszállítását a telepre. Sajnos még nincs akkora kapacitásunk, hogy napra készen tudjunk reagálni a hívásokra, de mindenhova elmegyünk. Egyes információk megzavarják a lakosságot. Az az érzés keríti őket hatalmába, hogy ebben nagy pénz van, vagyis nagy nyereség, ami azt jelenti, hogy amit átadnak a köztisztasági vállalatnak, abból ez a vállalat meggazdagodik. Biztosan nem így van. Amíg a szekundáris nyersanyag eljut hozzánk, szortírozásra kerül, majd bálazásra és eladásra, addig nagy költségek jelentkeznek. Ilyen az üzemanyag, a szállító munkások bére, a szortírozó személyzet bére és a bálazás költsége is. Természetesen kötelességünket teljesítjük, mikor hívásra házhoz megyünk, csak még egyszer kérem türelmüket, míg megszervezzük ezeket a látogatásokat. Građani imaju telefone na koje mogu se jave, a mi ćemo blagovremeno da se organizujemo i sve to nešto što je njima problem, ćemo da pokupimo i da donesemo. Amikor körülmentünk itt a szétválogató központban, akkor láttunk jó néhány üres konténert, ami el van készítve egy platónál, hogy azok az emberek, akik elhozzák egyedül az egyes hulladékokat, gumit, üveget vagy ilyesmit, azt el lehet idehozni, és nem a depóniára vinni el, és itt elvállalják, úgy értettem. Da, dobro ste to razumeli. Mi smo postavili plato sa
Igen, jól értette, mi készenlétbe helyeztünk néhány 5 köbméteres konténert, elsődlegesen a mi embereink által a terepről beszállított, de már szétválogatott újrahasznosítható anyagok részére. Ugyanúgy a lakosság is, ha valamit elhoz a szeméttárolóba, és az újrahasznosítható, akkor szükségszerűen ezeket a hulladékokat a megfelelő konténerekbe dobják, hogy egyszerűsítsék a mi munkánkat is, meg természetesen, hogy egy kis gombos tűnagyságnyit védjünk a környezetünkön. Eto toliko budu ljubazni pa na imaju prostor gde da razvrstaju. To je vrlo prosta selekcija, ali ta selekcija nama na kraju krajeva jako mnogo znači. Mennyibe fog kerülni nekünk egy tonna hulladék, amit majd a regionális égetőbe, a regionális szeméttelepre viszünk, tehát mennyit tudunk megspórolni végeredményben a városnak és a városon keresztül, ugye maguknak a lakosoknak. Erről is mondjon néhány szót, ha lehet. Neka računica pokazuje, da je naplata tone otpada. Az előzetes becslések alapján, amelyek a jagodinai és leszkováci tapasztalatokon alapulnak, ahol az osztrák Weber-Werner cég koncessziós szerződés alapján végzi a hulladék megsemmisítését és raktározását, természetesen megfizettetéssel. Az összeg 20 és 25 euró között van tonnánként. Ha ehhez tudjuk, hogy évente 50 ezer tonna szemét kerül a depóniára jelenleg, akkor könnyű kiszámítani, mennyibe fog kerülni a tárolás a városnak, vagyis csak a tárolás 1 millió 200 ezer és 1,5 millió euróra lesz plusz szükség a költségvetésben. Az eddig kiválasztott összegen felül, amit a begyűjtésre fordítottunk. Ismétlem, a köztisztasági vállalat jelenleg nem fizetteti meg a szemét tárolását, illetve megsemmisítését, csak a begyűjtés költségeit számolja fel. Ha nem teszünk komoly lépéseket a szemét csökkentésére, természetesen az újrafelhasználás felé, akkor a regionális tároló működésétől kezdve számolhatunk azzal, hogy a számláink 2, illetve 2,5-szer lesznek nagyobbak a mostaninál. Úgy hiszem, hogy ez komoly ok arra, hogy a szabadkaiak is odafigyeljenek az újrahasznosítható hulladék szelektív gyűjtésére. Nagyon érzékenyen éríthet bennünket minden tonna ilyen hulladék kiválogatása, egyfelől, mert nem kell fizetnünk a megsemmisítésért, másfelől megőrizünk valamit a környezetünkből. Talán ebben csacsak jár az élen, de még nincs teljesen körvonalazva a megoldás ott sem. Mi keressük a nálunk legjobban alkalmazható megoldásokat. A városvezetéssel közösen már elkészítettük egyes rendeletek és szabályzatok változtatási javaslatát, hogy Szabadka készen várja az alkalmat a nagyobb lépésekre. Van két lehetőségünk, az egyik az, hogy azoknak a háztartásoknak, ahol szelektíven tárolják a hulladékot, azoknak csökkentsük a szemétkihordás összegét, viszont akik nem így csinálják, azoknak növeljük a számlájukat. Ez elvileg nem büntetés lenne, hanem a szelekció, vagyis a szétválogatás, mint szolgáltatás megfizettetése, hisz helyettük mi válogatjuk majd szét a szemetet. Horvátországban már él a törvény, aminek alapján azoknak a háztartásoknak, amelyeknél újrahasznosítható hulladékot találnak a szemétben, 3 euróval növelik a számlájukat, függetlenül, hogy egy vagy egész sorozat műanyag flakon kerül a szemetes kukájukba. Nálunk is azt mondja a törvény, hogy a környezetet szennyezőknek fizetnie kell. A lakosságot jelen helyzetben nem lehet jobban megterhelni, még a szemétválogatás költségeinek felszámolásával is, de velük együtt közösen kell, hogy megtaláljuk azt a lehetőséget, hogy egyes szolgáltatásaink végzését átvállalva saját magunknak csökkentsék a számlájukat. Izvršenje naših aktivnosti, a sebi će pomoći tako što će umanjiti račun. Jedna od informacija za građane, mi smo u postupku ishodovanja dozvole za... Még egy értesítés a lakosságnak. Jelenleg a veszélyes hulladék begyűjtéshez készülünk az engedélyek beszerzésére. A törvény szerint ezek a hulladékok csak megfelelő szállítóeszközökkel szállíthatóak, természetesen megfelelő szakképesített munkások kíséretében. Mi már rendelkezünk ezekkel, most a megfelelő raktározótér kialakítása van folyamatban. Tehát hamarosan gyűjthetjük a rossz akkumulátorokat, elhasznált elemeket, gumiabroncsokat és az olajokat.
hullámvizet is. Jelenleg is el lehet idehozni ezt a hulladékot, elvállaljuk és továbbadjuk azoknak a szervezeteknek, akik már jogosultak ezekkel foglalkozni. Minden hónapban van valami újdonság, természetesen örülünk, ha erről értesíthetjük a szabadkaiakat. Ćemo da predviđamo da će da bude u nekom narednom periodu, slobodno dođite, budite naši gosti. Köszönjük szépen, és akkor tegyünk is valamit a tisztább szabadkáért.